A Karcag Ifjúsági Ház és Városi Csokonai Könyvtárban a Karcag Városi Önkormányzat és a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás lakossági szemléletformáló fórumot tartott, ahol szó volt többek között a hulladék megelőzésről és a szelektív hulladékgyűjtésről. A résztvevők között értékes, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tárgyakat, gépeket sorsoltak ki. Így gyakorlatilag a cél az volt, hogy a térségben képződő, ha már megképződtek azok a hulladékok, akkor a lehetőség szerint a lehető legszakszerűbben a legtöbb fajta hulladékot újrahasznosítva vagy visszaforgatva úgy kerüljenek ezek kezelése és ártalmatlanításra. Sajnos majd fogok róla mutatni képet, hogy azért bőségesen van itt a térségben is hulladékunk, és bizony nagyon-nagyon sok lerakással kerül ártalmatlanításra. Fejlesztésnek a céljai, itt röviden próbáltam felsorolni azok a klasszikus dolgok, hogy ugye itt az elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztését célozta a projekt, tehát majd fogod mutatni, hogy milyen eszközök kerültek beszerzésre. Nagyon lényeges, hogy az újrahasznosítható hulladékoknak minél nagyobb arányba történjen a visszagyűjtése és anyagában vagy energetikai módon a hasznosítása. Fontos, hogy a lerakásra kerülő, véglegesen lerakásra kerülő hulladékban minél kevesebb szerves anyagtartalom maradjon. Nagyon lényeges lenne a lerakói szabad kapacitásokkal való takarékosság, majd azt fogjuk látni, hogy az nem minden esetben tud megvalósulni. És hát nyilván a környezet terhelés csökkentése, tehát minél kevesebb lerakással és minél stabilabb hulladék lerakásával, ugye kevésbé terheljük a környezetünket. Kicsit türelmesebbnek kell lennem. Ahogy mondtam, gyűjtőerények kerültek beszerzésre, ezek ugye az elkülönített gyűjtést szolgálják részben itt a sárga kukák, barna kukák, illetve a szerves vagy a kommunális hulladék begyűjtésére is a szürke kukák kerültek beszerzésre, mind a két helyen egyébként a tiszafüredi szolgáltatónál is, itt a karcagi szolgáltatónál is. Nálunk kukás autók kerültek még begyűjtésre, vagy beszerzésre, amelyek szintén az elkülönített gyűjtést szolgálják. Anyagmozgatóképek, ugye itt targonca, itt ilyen kitológémes homlokrakodó. Nálunk a karcagi hulladékkezelő telepen megvalósult a depóniagáz kinyerésének, a gyűjtésének és az ártalmatlanításának a rendszere. Itt ennek a rendszerét látjuk, itt egy mobil gázgyűjtő fákja épült ki, és ezzel történik meg a depóniagázban lévő metántartalomnak a közömbösítése. Megvalósult itt a hulladéklerakó telepen új szociális épület épült, megépült egy nagy csarnoképület, hozzá kapcsolódó különböző betonplacokkal, amelyek ilyen manipulációs tér és biológiai stabilizáló teret jelentenek. Hát itt egy ilyen kicsit fölülnézetből mutatom meg itt ezt a fejlesztést, gyakorlatilag ez a rész ez teljesen újonnan épült most a hulladékkezelő telephez. Itt egy új bekötőút, egy hídmérleg, most nem látszik a képen, mert sűjesztett hídmérleg van, egy szociális épület és a háttérben látható csarnoképület valósult meg. Belül a csarnoképületben a mechanikai előkezelésnek a gépsora, így gyakorlatilag az történik meg, hogy a vegyesen begyűjtött kommunális hulladék is előkezelésre kerül, tehát már most nem csak egyszerűen a begyűjtést követően lerakásra kerül, hanem egy ilyen gépsoron átengedésre kerül. Itt most még alkatrészeiben látjuk, mert ez a beruházás során, ahogy folyamatában megvalósult, itt már látjuk, hogy a valóságban, az életben ez hogyan történik. Itt a diának a bal oldalán látszik, hogy a kukásautó gyakorlatilag a csarnoknak a bal oldalába ürít be, utána a bal kéz felől, sajnos nem nagyon tudom megmutatni, de itt egy egérre ráállok. Itt van egy zsákfelnyitó vagy zsákfeltépő berendezés, gyakorlatilag ebbe kerül beadagolásra az anyag, és utána itt egy ilyen szállító szalagon keresztül elindul itt szépen az anyag tovább. Itt van egy mágneses leválasztó, egy mágneses szeparátor, ami a mágnesezhető fémeket leválasztja a rendszerből, illetve utána egy dobrostára kerül föl az egész anyag ezen a szállító szalagon keresztül, és itt mi most két frakcióra szétosztályozunk ezt az anyagot. Van egy 80 mm alatti frakció, tehát ez 8 cm-től kisebb frakció, illetve van a 8 cm-től nagyobb frakciók, amelyek ugye majd későbbiekben lerakásra kerülnek. Van itt tervezve még, hogy a rendszert tovább próbáljuk fejleszteni, van itt egy közös együttműködés is Tiszafüreddel, így gyakorlatilag hosszabb távon, hogyha ez a 32 centis frakciónak további hasznosítási lehetőségei lesznek, akkor ez lehet, hogy átszállításra kerül Tiszafüredre és további feldolgozásra fog kerülni. Jelen pillanatban még most nem tartunk ott, mert ott is gyakorlatilag az energetikai, ha jól tudom, akkor az energetikai hasznosításra váló hulladék azért nem olyan
ütemben tud kimenni még a telepről, Tiszafüreden sem, tehát ennek még vannak bizonyos feltételei, amik meg kellene, hogy valósuljanak, de utána gyakorlatilag a jövőben ez egy lehetőség lesz, vagy egy lehetséges alternatíva lehet. Itt mutatom, itt a felső képen, itt látszik egy kicsit üzemközben ez a csarnok, itt látszik, hogy van benne kukásautó, ami éppen ül itt oldalt, balkész felől éppen egy kitológémes rakodógép adagolja a rendszer, és hát a másik oldalon pedig már a kiszállítás is megtörténik. És itt egy kidobó szalagon keresztül az alsó képen látszik, itt van egy szalag, ami kiviszi a 80 mm alakú frakciót, az gyakorlatilag a csarnokon kívülre kerül, és az ezen a térbetonon egy ilyen biológiai stabilizáláson esik át.